Arról szeretnénk beszámolni, hogy ha az ember fideszes politikusok vagyonnyilatkozata körül nézelődik, akkor tanulságos fejleményekre bukkan. Itt van rögtön Szijjártó Péter Orbán Viktor korábbi szóvivője, jelenlegi államtitkára, akinek vagyonnyilatkozatában találtunk néhány rejtélyt. Ugyanis az derült ki a vagyonnyilatkozatból, hogy lényegesen több a megtakarítása, mint az egész éves bevétele volt államtitkári fizetéstől országgyűlési képviselői fizetéssel együtt is, és azt gondolom, hogy Szijjártó Péter vagy az ország legjobb brókere, aki egészen elképesztő hozammal képes félretenni pénzt, vagy a, vagy a, legnagyobb megtakarító, aki egészen odáig képes eljutni, hogy senkinek nem vesz karácsonyi ajándékot, vagy nem vesz egy kiló almát, esetleg nem vesz egy, egy fagylaltot, vagy egy pár zoknit, Egyetlen félért sem költött ezek szerint, és mégis több millió forinttal nőtt az ő ö, vagyona. A részleteket már is Budai Bernadett mondja el önöknek. Ahogy Gréci Zsolt befejezte, én ott szeretném folytatni. Nézzük akkor a kérdéses vagyongyarapodásnak a konkrét számadatait. Szijjártó Péter egy év alatt bluttó 14,7 millió forintot keres, Ebből az adók levonása után körülbelül 9 millió 750 ezer forint maradhatott a zsebében, de legyünk vele nagyvonalúak és beszéljünk nagyjából 10 millió forintos keresetről. Ebből kellett egész évben ruházkodnia, ennie, innia, és a rezsijét is ebből az összegből kellett fizetnie. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy Szijjártó Péter remetéket megszégyenítő életmódot folytat, tehát egész évben nem költött semmit, nem ruházkodott, nem étkezett, nem fizette a rezsijét, még akkor is megmagyarázhatatlan, hogyan lett az alig 10 milliós jövedelméből 16 milliós vagyongyarapodás. Ez azt gondolom, hogy nem kell közgazdasági tudás ahhoz, hogy mindenki értse, hogy ezek a számadatok nem jönnek ki. Tudjuk, hogy ő, illetve a sajtófőnöke korábban azt nyilatkozta, hogy a különbözet abból adódik, hogy jól megforgatta a befektetéseit, illetve a fizetését nem költötte el egészében. De azt lehet látni az adatokból, hogy sajnos a számok még így sem stimmelnek, még akkor sem stimmelnek, hogyha Szijjártó Pétert kizárólag a családja tartja el, még akkor sem stimmelnek a számadatok, hogyha ne adj Isten a feleségétől kap minden nap zseppénzt, mert hogy ő maga saját fizetéséből semmire nem költ. Tudjuk, hogy Szijjártó Péternek a megtakarításai bankban, illetve életbiztosításban vannak, ugye a vagyonnyilatkozatából ez kiderül. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a 16 milliós vagyongyarapodás Szijjártó Péter csak és kizárólag úgy érhette el, hogyha az összes befektetése csak nem 30%-os hozamot produkált az évben. Én azt gondolom, hogy talán mindannyiunknak lehetnek befektetései, de hogy 30%-os hozamot kevesen tudunk itt elérni, az egészen biztos. Ha viszont az igaz, hogy Szijjártó Péternek ez sikerült, és 30%-os hozamot fialtak a befektetései, akkor azt gondolom, hogy ő pályát tévesztett, ahogy Zsolt is említette az előbb, valószínűleg inkább brokernek kellett volna mennie. Aki ekkora hozamot tud elérni, akkor az emberek nyugodtan rábízhatják a pénzüket, mert feltételezzük, hogy akkor jól megforgatja. Nyilván értsék azt úgy, hogy én ezt cinikusan mondom, természetesen nem feltételezzük, hogy 30%-os hozamot el lehet érni. Tehát valószínűsíthető, hogy az igazság az nem pont így áll össze, ahogy a Szijjártó Péter vagyonnyilatkozatából kiderül. Az igazság az, hogy Szijjártó Péter ezzel a 16 milliós vagyongyarapodással nem tud pontosan elszámolni, nem tudja pontosan a mi érteket megválaszolni és azt gondolom, hogy Szijjártó Péter tart, és mindenki más is egyébként tartozik az országnak azzal a magyarázattal, hogy hogyan gazdagodott meg, az ő esetében hogyan lehet meggazdagodni milliókkal több pénzzel, mint amennyit az éves, éves összkeresete, nettóban számított összkeresete és megtakarításai együttesen indokolnak. Éppen ezért a vagyongyarapodás valós okainak felderítése érdekében az összefogás pártjai vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményeznek az országgyűlésnél.